We cut the long story short. Az, hogy a foci visszatér az RTL-re, ez egy elég egyszerű üzenet lett volna, de az, hogy az UEFA 1-es meccsei élőben és visszanézve is nézhetőek az RTL Most Plus felületén, és az RTL Most Plus egy olyan streaming felület, amelyet kóddal lehet használni, és a kódot akkor tudod igényelni a szolgáltatótól, ha van TV előfizetésed. Na ez így már elég bonyolult, főleg fél percben. Ráadásul mi azt szerettük volna, hogy a Kabát Péter is szerepel a filmben, hiszen RTL-es arc is állítólag tud futballozni, és némi humor és látvány sem ártott volna. Három teljesen különböző koncepciót vittünk, az RTL végül a Foci Most verziót választotta. Ebben Kabát Peti egy otthoni környezetben látható, még nem tudjuk ebben a pillanatban, hogy focizni indul és a haverokkal fogja rúgni a bőrt, vagy focit fog nézni az RTL Most felületein, és hát a második a megoldás. Volt egy jó kis szkriptünk, ehhez már csak egy zseniális rendezőt, egy kiváló operatőrt és a hollywoodi filmekben is használatos technikai hátteret kellett hozzátenni. Ez az alak valahonnan egy hétköznapi helyzetből egy pillanat alatt ott terem egy teljesen egyéb élményben, helyen, térben. Kínált olyan lehetőséget, amit egyébként hasonló körülmények között nem biztos, hogy gondoltam volna, hogy erre a koncepcióra, vagy erre a gyártásra rá lehet húzni, és ez nevezetesen ugye ez a LED-falas Unreal Engine technológia, ami egy új technológia filmezésben. Konkrét projektben több kihívás is volt, az egyik az, hogy nagyon rövid idő alatt kellett elkészíteni, és ebben nagyon sokat segít a virtuális rendszernek a rugalmassága. Nagyjából bárhova elhelyezhetjük a világot, rengeteg olyan dolgot tudunk azonnal megváltoztatni, ami egyébként egy valós életben lehetetlen lenne. Házakat tudunk odébb tenni, felhőket tudunk odébb tenni, komplett burkolatokat tudunk megváltoztatni másodpercek alatt, a színészünk át tudott szaladni az egyik díszletből a másikba, a fal, ami a kettő között volt, az meg volt építve, de minden más, ami mögötte történt, az virtuális volt. Ennél a reklámnál egy úgynevezett motion control rendszert használtunk, egy robotot, előre beprogramozott mozgásokat, vagy rögzített mozgásokat, század milliméteres pontossággal akárhányszor végre tud hajtani. A precíz szervezésnek köszönhetően a helyszínen már vágtunk és grafikáztunk, így 12 órával a forgatás után már rendezői vágatunk volt. Egy egyszerű, könnyen befogadható, gyorsan elkészíthető spotra volt szükségünk, amihez kaptunk egy nagyon jó pofa szerethető alapötletet az Artificial Group-tól, és ennek a megvalósítása során valami olyan történt, amire nem is számítottunk. Egy olyan varázslat született, vizuálisan olyan szép és innovatív megoldások, amitől a végeredmény jóval felülmúlta a számításainkat. Én azt gondolom, hogy ahogy a humor abban az 5 másodpercben feltűnik, ami maradt az információk mellett, a látvány meg önmagáért beszél. We cut the long story short.